Köszöntelek titeket, kedves Battlefield.hu TV néző pajtások! Ismételten titán faltúra vezetés következik, mai napi pályánk Overlock és Headpoint Domination, mint mindig. El is kezdődött a küzdelem, 6v6 és rengeteg bot társaságába. Na, miután elmondtam mindent, amit tudni kell a játékról, nézzük is, megpróbáljuk betámadni a B pontot. Ez egy eléggé taktikus pálya, baromi sok minden múlik azon, hogy bizonyos pontokat hogyan tudunk megtartani, de majd ezt később ilyen látni is fogjátok. És jaj, ott egy láthatatlan úriember, én meg hát meghaltam. Hát igen, szokott ez így előfordulni néha napján. A C az minden esetre a miénk, a B az még mindig szürke. Ó, és én... Mit hívő legyek? Hát az át, azt hiszem még egyelőre nem kéne abajgatni, vissza kéne menni a B-re, mert tudom, hogy úgyis oda ácsingózik az enemynek is a foga fehérje. De majd meglátjátok. B-nél elég brutális harcok szoktak lenni. Jó, mondjuk itt az A-nál is el lehet szórakozni egy-két úriemberrel. Pláne itt ilyen felülről bepotyogós. Azt mondja, hogy elkezdtük húzni az A-t. És... egy valami megvan. Megvan még egy valami, jó? Sikerül befoglalni az A-t. És ott van még egy bot. Az a baj ezek a botokkal, hogy tökre ijesztőek néha, mely számítról az ellenfélre, tudod, hogy valahol itt mászkál a player, és akkor egy bot mászik eléd, és akkor tökre meg tudsz ijedni. Ó, még egy. Hány player jött itt ide hirtelen így egyszerre? Ó, itt már megint itt van egy nyomorúság. És persze ő nem tévesztett össze a bottal. Gyalázat. Ó, és itt vagyunk a B-nél, és nem mozdul a csík, magyarán van még itt valahol egy ellenfél. Hát csak az a kérdés, hogy hol van az az illető úriember, akivel végezni kéne, és meg is van, mert ott dekkol, ott dekkol a targonca mögött, amíg fel nem robbantattuk, úgyhogy be is foglaltuk a B-t. Hát egyelőre eléggé fej-fej mellett van itt az állás, de lehívhatom a titánomat, és az ellen is lehívja a titánját, na az egy jó buli lesz. Lejött a titánom is, az a gáz, hogy ő hamarabb fog tudni szerintem belehuppanni, vagy nem is tudom. Nem, én mentem bele hamarabb. De persze, hogy két titán van itt egyből. Majd de jó. Hát ez így izgi lesz, gyerekek. Nagyon izgi lesz. Kapom előről, kapom hátulról. És persze, hogy sose tudok én kimenekülni ebből a nyomorúságos titánból. Lehet, hogy nem is kéne próbálkoznom. Nem is értem. Hát miért szórakozok én ilyenekkel? Mindenesetre még mindig tartjuk a két kontrollpont előnyünket. És a B-ban most enemy kézen, úgyhogy megpróbáljuk azt megszerezni magunknak. Annál is inkább, mert előbb-utóbb úgy is elkezdik majd betámadni a A-t vagy a C-t. És meg kell lennie a váltásnak. Már csak meg kéne várni, hogy láthatatlan tudjak lenni, mert így hamar végem lesz. Azt mondja. Oda ágyomtuk egy gránátot. És ott van egy úriember, ott van. Ő elhalálozott, jó van. És persze mögöttem is volt egy. Most annyira nagyon nem vagyok formában, kezdem úgy érezni, és megint ott megtalálható egy titán a helyszínen. De már is. Hú, és most nézem, elveszítettük az összes pontunkat, úgyhogy a B-t azt mindenképp meg kéne most szereznünk. Már is jövök ide, elkezdem, meg is megpróbálom húzni az ászlót, elnyomok egy gránátot. Aztán vagy jó lesz, vagy nem, és ott van az illető, ott van, hát vele sikerült végezni, és húzzuk is a B-t. Gyönyörűséges, szépséges B-pontunkat. Hát csak az a kérdés, hogy merről számít, csak itt a drága jó ellenségre. Általában én is mindig ide a targonca mögé szoktam be tespenni, mert ez egy elég jó kemper pont. Hát szerintem lehet lehívom a titánomat, legalábbis felül így abajgassa a népet. Megvan a B pont, és hamarosan jönnie kell az ellenségnek. Hát az állás elég 114-123, úgyhogy szépen megfordította az enemy az ő javára a mérkőzés állását. Az a gáz, hogy a B-t nem hagyhatom magára, mert tudom, hogy jön az ellenség, tudom, hogy ide fog jönni. És ott is van. Na, látjátok, meg lehet ezt érezni. Annál is inkább, hogy hallottam, hogy lövi a botokat. És még mindig tartjuk a B-t, tehát a többieknek menni kéne szépen valami másik pontra. Ó, és még mindig ott van. Azt mondja, egy, még egy. Egy, de nem nagyon akarnak ezek megpusztulni. Szerintem kivárásra kell játszanom, jó van, megint egy bottal sikerült végezni. És a C az elkezdett hála a jó Istennek villogni, és még mindig meg tudjuk tartani a B-t, pedig próbálnak jönni elég rendesen. És azt mondja, ott van, őt is elkapjuk, jó van. Sikerült még egy pilótával végezni. Na, azt hiszem most már így vissza fogjuk venni a vezetést, legalábbis hogyha minden a terveink szerint halad.
És örömmel konstatálom, hogy a csapatból is egyelőre én vagyok az élen, de ezt a camper izé módot lassan hagynom kéne. Úgy nézem, egy titán lehet itt való felettünk és próbál belőni. Valahol itt az ellenség szerintem. Igen, ott is van, csak az a gáz, hogy én meg sörétessel vagyok. Nem tudok odáig előni, és már nincsen gránátom se. Ájjá, itt bajok lesznek. És jönnek rám a botok is, de jók vagytok. Na jó, ki kéne innen törnünk valahogy, annál is inkább, mert hamarosan gránát. Na és tényleg egy gránát. Két gránát, jó van. Hát sok esélyem volt az életben maradása. Mindenesetre a bét azt nagyon nem szeretném átadni az ellenségnek, úgyhogy megpróbálok oda visszanyomulni, és újfent leívható a titán, úgyhogy hamarosan az is le fog ide szépen gyönyörűségesen jönni. Hát meg kéne próbálni egy kicsit nyomulni titánnal, hát hogy így egy kicsit kedvét szegem az illető úriembereknek. Eléggé stratégiás ez a pálya, folyamatosan tartanunk kéne ezt a két pont előnyt, nem sikerül egyelőre tartani, fejfej mellett van a tikettek állása. Hát, itt van egy kedves kolléga. Muszáj vagyok jönni a bére hiába, úgyhogy el kell hagyni ezt a jószágot. Na, egy izére robottal sikerült végezni. Elnyomtam egy gránátot, hát hogy kempel is valaki. Csak a butok voltak itten. Na, jó, meg jó, hogy ezeket könnyű lerugdosni. Próbáljuk visszahúzni a bét, de hát most már megint elveszítettük a célpontunkat. Mit csinálnak a többiek? Te jó Isten! Emberek, kérem szépen, hát így nem fogunk győzedelmeskedni a nyomorúság fölött. Hát elkezdték visszahúzni, úgyhogy csodálatos, meg lesz megint a két pont előny. Kérdés, hogy ez meddig tudjuk tartani megint a bét. Most ezen a pályán általában minden ezen a ponton múlik. Jól van, sikerült. Itt ott van az úriember. Kicsit adtunk neki sörétessel, és sikerült elmenekülnie. Az a baj, nem voltam elég közel hozzá, hogy egyből meg is jöjjem. Mindenesetre elég rendesen lesebezhettük. És más egyebet megint nem tehetek, mint óvom a bét az ellentől. Jó van. Ott egy okna, vagy nem tudom mi az. Jó, és az úriemberrel sikerült végezni, úgyhogy még mindig tartjuk a bét. Na, megint ki fogunk egyenlíteni? Úgy néz ki, hogy igen. Megint ott egy player. Jó van. Sikerült még mindig tartani. Most már valami új helyet kéne találnom, mert folyamatosan egy ponton lenni nem érdemes, mert egy idő után kitapasztalja az enemy, hogy merre vagyunk megtalálhatóak, és érni fog az a lehetőséggel, hogy valami ellen megpróbáljon minket kinyírni, mondjuk egy gránáttal. Még remélem, ez is jó camper hely lesz. Na, és tetemes előre kezdünk szerteni, tekintve most az ellenfélnek nincsen pontja. Úgyhogy csak peregnek nekünk szépen a tikettek, 3 titán van lehívva a mi oldalunkról. Nekem még 15 másodperc kell ehhez a feladathoz. Na, van itt valami élet? Semmi? Még mindig tartjuk akkor? Ez hogy a francba vette észre? Na, erre kíváncsi vagyok. És meglátta, hogy a pixelek ott vibrálnak. Na persze. Mi májjel? Na. Itt vagyunk a C-nél, lehívtam a titánomat, és most hamarosan megint kontrollpont foglaló, hogy itt kellett játszanunk, mert vissza kell szerezni a két kontrollpont előtt. Tekint, hogy akkor nem fogunk nyerni, hogyha ez így marad. Megint ki fognak egyenlíteni a fiúkák, azt meg annyira nagyon nem szeretném nekik hagyni. Nézzük, és ott egy autotitán. Az a baj, ez elszalad, nem tudom, hova mennek ezek ilyenkor. Na, kapott még egyet, kapott, de szépen meg. Jó van. Pont mellettem készül meg a kedves kolléga. És itt van egy újabb titán. Na, nem ennyi. De ezek hova szalkálnak? Nem foglalkoznak ezek én vele? Ja. És persze, hogy 2 titánnal találom magam mindig szembe. Megpróbálom szépen kinyírni az illető úriembert. Azt hiszem, hogy sikerülni is fog. Autotitán. Kaptam jó kis damage sport, úgyhogy még azzal a titánnal meg kéne próbálnom felvenni a kontaktot. Ez is egy autotitán, jó van, és sikerült elpusztítani. De nem egyszerű küzdelem ez, kérem szépen, hölgyeim és uraim. És valaki lövöldözött engem, de nem jöttem rá, hogy honnan és miért. És megint itt volt egy úriember. Nem tudom, hogy sikerült-e rámugrania, de nem igazán észlelem azt, hogy sikerült volna. De eltaposni se tapostam el, úgyhogy
Szerintem simán elmentem mellette. Ó, oh, és ott van még egy titán. Hát meg kéne próbálnom utána menni. Benyomulni ide valahogy az ára. Azt mondja, és húzzuk szépen vissza, meg lesz a két kontrollpont előnyük. Ez az, gyerekek, ez az. Ah, és ott van. Sikerült végezni az illetővel, de hála a jó Istennek, nem én voltam az. Megmentették a búrámat. Egy újabb bot, és persze, hogy mögöttem voltak. Hát, hogyne? Hát, nem is értem, minek állítom be ezt a gazmódot, mert hát hat mászkán körülött a pilóta, nem igazán tudja eltalálni a titánom. Minden esetre sikerült megjelnünk a küzdelmet, hölgyeim és uraim, ez volt azt hiszem idáig a leghosszadalmasabb titánfal küzdelmem. Hát, megöltek éhen. Most az a kérdés, most le tudok születni, vagy nem tudok el születni? Mert most épp a... Hát, meg le tudtam születni, a királyság. Akkor azt mondja, hogy szóló módban állítottam a jószágot, szépen belehuppanok, és most megpróbáljuk megsemmisíteni az ellenségnek a űrhajóját. Csak az a kérdés, hogy sikerülni fog ez a feladat. És valahol ott mászkálnak még a drága jó cimborák, de hát a kedves kollégám is nem igazán maradt, mert egy helyből le tudjam őket lőni. Ám, manó van itt már. Na, úgy nézem, hogy sikerült az illető úriemberre végezni, de ne, már megint, miért mindig engemet találnak meg a nyomorúságok? Kivégeztek, fene minden. Nos, hölgyeim és uraim, azért sikerült megnyernünk a küzdelmet. Remélem tetszett ez a rövid kis titánfal túravezetés. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!